Pénteken, április 21-én a szlovák mellé felkerült a magyar helységnévtábla is a Dunaszerdai vasútállomás épületére. Az ünnepélyes táblaavatón megjelent Bugár Béla, a szlovák parlament alelnöke, Érsek Árpád közlekedési és építésügyi miniszter, valamint más vendégek. A magyar vasúti helységnevek kihelyezését korábban civilek is követelték. Az idén szeptember végéig Szlovákia magyarok lakta régióiban 54 vasútállomáson jelenik meg a magyar tábla, a megállókon és a távirányítású állomásokon azonban egyelőre nem. Az április 7-én tartott országos Narcisznap 21 év alatt összenőtt a rák ellenes küzdelem fogalmával. Az idén a Liga közel 16 ezer önkéntes aktivistája ment ki a települések utcáira, hogy kitűzze az embereknek a daganatos betegekkel való együttérzést és azok megsegítését jelképező sárga narciszt. A Narcisznap jótékonysági mozgalom egyúttalan megelőzésre is felhívja a figyelmet. Így volt ez Dunaszerdahelyen is, ahol az idén az egészségügyi középiskola diákjaiból álló 5-3 fős csapat összesen 1090 eurót gyűjtött össze. Összesen 63 9-es tanuló felvételizett a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Vidékfejlesztési Szakközépiskola sportosztályába és a sportgimnázium első évfolyamába a 2017-18-as tanévre. A jelentkezők képességeit pszichológiai teszteken és tehetségvizsgán mérték fel. Az általános mozgáskultúra felmérése többek között olyan feladatok segítségével történt, mint távolugrás helyből, felhúzózkodás állig, egyperces felülés, speciális mozgás a választott sportágban. Az ország több részéből érkezett jelentkezőkből a két jövő évi első osztályba 30-30 diákot vettek fel.